Üdvözöllek a napi vitaminban, ami naponta segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy vállalkozás elkezdésében. Ideges szoktál lenni, ha fölrobban a kávéfőződ? Velünk ez történt a minap, és elmondom, hogy hogyan és milyen módon reagáltunk rá. Üdvözöllek, Parajdi István vagyok, az ausztriai magyar ingatlanos, és üdvözöllek a mai napi sikervitaminban. Nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy az emberek kisebb-nagyobb dolgokon, de borzasztóan fel tudják idegesíteni magukat. És azt látom, hogy mérgelődnek, magyaráznak, veszekszenek, olyan dolgokon, ami minden nap megtörténik, és inkább elviselni kéne. Főleg az szokott rettetes lenni, amikor mondjuk veszekszik mondjuk valaki egy vendéggel, vagy egy ügyféllel mondjuk egy cégben, és jön a következő ügyfél ugyanabban a problémával jön, és újra veszekszik vele. Ahelyett, hogy ezt azt mondaná, hogy ezt be kell rakni valahogy a komfortzónámba. És nézzük meg egy-két ilyen példát. Tipikusan ilyen például nálunk vannak apartmanok, aki nem tudja, Muróban, azért úgy vettük mi a házat, hogy én tanítom az ingatlanos ügyfeleimnek, egy nagyobb házat vettünk, jóval olcsóbban, főleg a négyzetméterre számolva, és ezért három egységben menni, és kiadunk kettőt. Télen a turistáknak elég szép pénzhoz, ilyen 300 euró körül naponta, amikor teltházban nyilván a téli hónapokban. És ami az érdekes az egészben, hogy azért mondom, hogy ez a 300 eurót azért mondom el, mert olyan érdekes, hogy eleinte mérgelődtem azon, hogy elhagynak egy kulcsot például, tehát az apartman bejárati kulcsát. Aztán megtörténik az, hogy nyitva adják az ablakot, és csomó minden az ember mérgelődik. És rá kellett jönnöm, hogy nyilván elég hamar rájöttem, mondanom se kell, hogy rá kellett jönnöm, hogy ez a mindennapi dolog. Ahogy az autós cégemben voltak taxis ügyvelek, amik ki nem tiltottak őket, normális dolog, hogy az emberek elkövetnek hibákat, jó vagy rossz szándékkal, az mindegy. De újra visszatérő hiba lesz, ha ezt nem rakom be a komfortzónámba, és ezt nem oldom meg, hanem olyan idegeskedem, akkor fölöslegesen, mintha egy vödörben lyukak lennének, kifolyik az energiám, fölösleges hülyeségre újra és újra jön, és hiába tanítom meg egy ügyfélnek, a következő újra el fogja követni. Úgyhogy megtanultam azt, hogy például olyan zárakat veszek most már, mert 10 kulcs van eleve, és normális, egy szezon alatt elhagyják nagyjából az összes kulcsot, és ki kell cserélni egy zárat. 23 euró, egy kulcs mondjuk, ha visszaosztom, akkor 2-3 euró. Tehát nem kifizetett be az ügyfélem, mint sokan azt teszik, ebben rossz érzést kelt a másikban, teljesen fölöslegesen, mert a gyerek elhagyta, vagy elhagy az ember dolgokat nyilván. Hanem ehelyett tettünk óvintézkedéseket, egyrészt mondom, eleve 10 kulcsra veszek egy zárat, 23-24 euróért, ami 2-3 euró, tehát a napi 300-as bevételhez egy szezonban ez belefér. A másik pedig az, hogy csináltunk ilyen kulcsszéfet nekik, amikben elmondjuk, hogy ne vigyék el, ha lehet a kulcsot, mert el fogják hagyni. Szóval, ha van egy problémád, ami rendszeresen visszatér, és nem, mert mindig más ügyfélnél, akkor ne idegeskedj ezen. Tehát nyitva hagyják az ablakot, amikor elmennek síelni. Fölcsavarják a fűtést, nyitva hagyják az ablakot, az utcát fűtöd. Ezen eleinte idegeskedik sok ember, nagyon egyszerű. 9 órakor körbemész a házon, bezárod az ablakokat. Tehát oldjad meg a problémát. És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha nyugodtabban, értelmesebben akarsz élni, akkor a legtöbb dolgot, ami visszatérő dolog, arra vagy tegyél óvintézkedést, vagy fogadd el, hogy ez a része. Ez az ára, benne van az árban. Ilyen például az, ha készítesz videókat, akkor diszlájkokat fogsz kapni. Magyarul lefelé mutató diszlájkot mondjuk a YouTube-on. Facebookon ilyen utam nincsen. Vagy ilyen morcos fej van talán, de azt ritkán adnak az emberek. Szóval ez a játék része, tehát ha valaki elkeseredik azon, mint például a terapi videóra volt 3-4 dislike, mert véletlenül egy olyan témát említettem meg, ami sokaknak lehet, hogy nem tetszik, nem sokaknak, összesen 3 embernek a sok száz közül, akkor azt el kell fogadni. Tehát nem kell, ez a játék része, ez benne van. Tehát ezt el kell fogadnod. Akkor ilyen például az nálunk a turistáknál, amire rá kellett jönnünk idén a szezonba, hogy a Booking azt teszi, hogy úgy állítja be alapba a rendszert, hogy le lehet mondani még aznap az érkezés előtt. Ezt a feleségem intézi, nem figyeltünk rá eléggé, tök mindegy, és leemelte az előleget egy ügyfélnél, és az fölháborodva fölhívott, hogy hogy képzeljük, és most jön a lényeg, amin először kiakadtam, aztán helyre tettük. Hát ő 3 helyen is lefoglalta, és majd karácsonya vagy szilveszter előtt egy héttel eldönti, addig lefoglalta mindent, majd 2 lemond, ahova nem akarnak menni. Egy rohadt szemétség, tehát őszintén szólva, ha belegondolsz, főszezonban a legdrágább időszakban, a legfontosabb időszakban lefoglalni, úgyhogy végén lemondod, én szerintem egy tisztességtelen dolog. De hát ezt tanítja a Booking, így akar
kvázi nem erkölcsileg elfogadható előnyt szerezni a többiekkel, vagy akár saját magával, a saját bérbeadó hátránya, saját magával, a bérbeadóval szemben. És bejtottuk azt, hogy mi nálunk pedig nem érdekel, hogy kinek nem tetszik, ezt oldja meg az ügyfél. Például, aki lefoglalja, az azonnal lemeljük a 30%-ot, ha jövő nyára foglalja, akkor is lemeljük a 30%-ot. Ha nem tetszik neki, akkor úgy marad, hogy nem tetszik. Szóval, vagy alkalmazkodsz az ügyfeledhez, és olyan szabályokat alakítasz ki, vagy pedig idegeskedni fogsz, aminek nincs értelme. Rakd be akkor viszont a komfortzónádba. Ilyen például az, hogy az ügyfeleimnél, az ingatlanos ügyfeleimnél sokszor, nem sokszor, egy párszor előfordult egy pár magyar ügyféllel, hogy szerződött, ajánlatot adott, a végén nem volt pénze, vagy nem tudom, valami sumák volt. Itt már csak akkor szerződik például a közjegyző, ezt kértem tőle, és ebbe egyeztünk meg, hogyha legalább 20%-át valaki letette előlegbe a letéti számlára, a közjegyzői letéti számlára. Tehát a körülményeken, mármint az, hogy vannak olyan ügyfeleid, akik problémát okoznak, mint körülménye, nem tudsz változtatni, akkor alkalmazkodj hozzá, oldjad meg, vagy óvintézkedéssel, vagy pedig mondd azt, hogy hát ez az ára, nem idegeskedsz, nem foglalkozol vele, adsz egy új kulcsot, elhagyták, viszlát. De ebben nem azt akarom mondani, és ezt tegyük nagyon hamar tisztába, hogy legyél mindenben meghunyászkodó. Az oroszlánról beszéltem mindig, és az oroszlán nem meghunyászkodjon. Lehet, hogy a légynek, mint egy kulcselhagyás, nem foglalkozik, maximum a farkával elhesegeti, de hogy azért nem fog fölállni, az biztos. Viszont ha bosszantják valójában, akkor igenis az embernek meg kell, hogy védje magát, sőt úgy, hogy többet ne próbálkozzanak, és felismerjék, hogy oroszlán. Tehát nem arról beszélek, hogy mindent el kell fogadnod, pláne ha az mondjuk támadó jellegű. Tehát ilyen például, ahogy említettem, a 30%-os foglalás, amit lefoglalunk rá, nem tetszik, nem tetszik, ez van. Ki van írva a weboldalra, nem most az apró betűt. Ilyen például az, hogy az egyik ügyfelemnél, akire egyre jobb forgalom van az apartmanházában, problémáztak a szomszédok, meg próbálkoztak feljelentés egyebekkel, és hívnak a polgárosi hivataltól, hogy hát mindig ott parkol egy csomó autó. És ez már kétszer megfordult, hogy fölhívtak, és azt mondom, a hét szentségét, visszahívtam az önkormányzatot, mert most írok a polgármesternek is egy e-mailt, hogy állj már meg egy pillanat, összes szomszéd ott áll, összes szomszéd egy órás parkol neki, csak utána állítják az órájukat, tényszerűen bizonyítani tudom, látom, videófelvétel van róla. Azok panaszkodnak arra, aki végre forgalmat hoz egy egyébként kihalt utcába. És különben is, aki befektetett ide egy csomó pénzt, annak ugyanúgy joga van, mint aki őslakos, csak éppen jobban van a polgármesterrel. Tehát amikor igazságtalanságról van szó, akkor igenis kinyitom a pofámat, de nem csak én miattam, az ügyfelei miatt is. Tehát az oroszlán az igenis helyre teszi a szemtelenkedőt, de egy légy miatt nyilván nem emelkedik föl. Ilyen volt a parkolón kívül például a gyerekeknél, iskolában volt egy probléma, és én igenis oda mentem, és előszedtem az igazgatót, odaívtam a tanárt, és elmagyaráztam, hogy mihez tartja magát a tanár, mi a kötelesség, és mi az, ami rasszizmus. Vagy a külföldiek eszembe nem tisztességes, még egy magyarral szemben, sem vagy az arabbal szembe, de főleg a gyerekeimről volt szó. Szóval nem azt jelenti, hogy meghunyászkodónak kell lenned, csak meg kell különböztetned a körülményeket, ami nem tudsz változtatni. Hogyha van egy tipikusan visszatérő probléma, minden új ügyfelet nem tudsz előre kitanítani rá, akkor ezt fogadd el, vagy csináljál védelmi intézkedéseket, például egy kis kulcsszéf, amivel ha éjszaka érkezik, nem idegeskedsz, hanem kiveszi magának a kulcsot és a kódot elküldöd neki, vagy pedig, ha igazad van, tehát nem egy valódi körülményről van szó, akkor pedig állj ki az igazadért. Tehát az a baj, hogy sokszor, én ezt látom magyaroknál, hogy eljönnek ide, és nagyon rendes, becsetes emberek, de mivel mi itt ugye újonk vagyunk, vagy idegenek, vagy befogadottak, vagy nem tudom, hogy kell mondani ebbe az elferdült és elfajzott menekült ellenes, nem tudom mi a szarban, gyakorlatilag én magam is olyan kicsit olyan szerény, hogy meghúztuk magunkat. És utána jöttem rá, hogy minél inkább meghúzod magad, annál inkább szemtelennek az osztrákok. Rendesek, de tudnak szemtelennek lenni. És akkor kétszer, háromszor, négyszer oda csaptam az asztalra, akkor így rájöttek arra, hogy a hétszentségit. Hát ez nem az, akire mi gondoltunk. Legyél oroszlán. Ez a legfontosabb üzenetem. Legyél oroszlán, aki ha kell, oda csap, és hangja van. De egy légy miatt nem fog felállni. Maximum megpróbálja elegyezni a farkával, és nem érdekli. Úgyhogy ezt javaslom neked, tanuld meg, hogy mi az, ami miatt felizgatod magad, de azt tedd is rendbe, vagy ne izgass magad hülyeségek miatt. Ez a mai üzenetem, azt kérem neked, hogy legyél nagyon sikeres, én baromira lelkes vagyok, azért azt hadd meséljem még el, hogy mi volt ebben a kávéfőzővel. Szóval volt egy ügyfelünk, most mentek el tegnap előtt, egy osztrák házas pár gyerekekkel, és fölrobbant a kávéfőző, ez a kotyogós kávéfőző. Jó, nem tudom, hogy hogyan kell, én sosem ittam még kávét,
és nem tudom, hogy hogyan kell főzni, a feleségem szokott, de azt tudom viszont a fizikát, mert egyszer-kétszer már mostam el a hajón például, hogy arról raksz vizet, átfolyik egy szűrőn, és a kávé nyilván, és fölül meg kijön egy ilyen tartóba, ahol nagyjából melegen marad. Ha ott felejted, akkor is, ha kifőzölgöd már belőle a víz alulról, akkor is nyomás nem tud fölrobbanni. Egymondon tud ez fölrobbanni, hogyha eldugul, vagy pedig túl tömött kávéval. Tehát nyilvánvalóan, hogy ők voltak a hibások. Fölrobbantották a kávéfőzőt, az osztrákok hát hatalmas pánikba estek, elkezdtek mindent pucolni, takarítani, jó volt nézni. Szóltak egyből nekünk, meg a fürdőszoba bejáratánál ott a konyha mellett, ott a fali soha lett, a feleségem fogta, lekente. És se ő, se én nem idegeskedtünk, mert ez a játék része, hogy egy 23 eurós kávéfőző fölrobban, és hogy kell fogni egy benzit és a tartali festékből lefesteni. Szóval ez a legfontosabb tanulságom. Tanuld meg, hogy mi az, amiért idegeskedsz, és mi az, amiért nem. Amiért idegeskedsz, az oldjad meg. A többiért meg ne idegeskedj, mert ez része az üzletnek, része a biznisznek, nem érdemes rajta. Ha pedig nagyon ideges vagy tőle, mint például engem idegesített a Budapesten a közlekedés, akkor el kell költözni külföldre. Mi mondjuk Múrava költöztünk. Sok sikert kívánok neked, és remélem hasznos lesz a számodra. Mindenesetre azt kérem tőled ma is, hogy tedd meg, légy szíves, megteszed a három legfontosabb célodat leírva, kézzel, hangosan kimondva, és a 10 darab háládat. Köszönöm, hogy itt voltál, hálás vagyok, hogy követsz engem. Még hálásabb leszek, ha esetleg megosztod ismerőseiddel ezt a videót. Sok sikert kívánok neked, szép napot a mai napra!